Nem kell bocsánatot kérnie egy szintén egy másik ezüstérmesünknek sem, Bárdosi Sándornak, aki tulajdonképpen ennek az olimpiának a nagy egyénisége lett. Nem csak a versenyzése ment élményszámba, hanem tulajdonképpen az is, amikor nyilatkozott nekünk. Már megmondták, hogy az évszázad avatása lesz, így én már nagyon félek tőle. Mit vársz? Mire számítasz? Hát arra biztosan, hogy a seggem nagyon el lesz verve, mert a szokás. Akkor meg leszek kötözve, mint a Hannibal Lecter a filmben, tudod így. Leukoplasztal a fejem, szerintem kúsznom is kell majd a folyosón, lehet, hogy mesztelenül, még azt se tudom, nem tudom, ilyenek vannak. Ezt majd ők döntik el. Kedves nézők, az utolsó magyar reménység a szőnyegen, a kötött fogásúak között legalábbis itt a birkózó teremben. Edi Bartolozzi tehát nem adja föl. De Bárdosi nagyon erős, ez egy gyönyörű ledöntés szintén, derékra ment, még mindig tusveszélyes helyzet. 3 pont. Meg is adták, nem volt vita. A 3 bíró között 17 másodperc a hátralévő mérkőzés idő. Megpróbál fölállni, itt aztán nem lehet. Kimenekült egészen a szőnyeg szélére. 8 másodperc még, és tovább jutó. Az egyetlen a magyar kötött fogásúak közül, aki az elődöntőben szerepelhet. Reméljük, hogy sikerrel szerepel majd. De még ne kiabáljuk el, hát nagyon, van még nagyon kemény meccs hátra. Nem szabad még ilyenkor ilyen előrelátó dolgokat így bemondani, mert inkább nem mondok semmit. Ez is már álom, hogy idáig. De most már csak úgy megyek vagányságból, miért ne? Ennél a térdelő helyzetnél most csak simán a passzivitást vették észre a bírók. Most meg tudja fogni Bárdosi, meg tudja fogni a norvégot, és meg tudja pörgetni a norvégot. Ez 2 pont. 2 pont és 3-0. Itt nincs mese. Mint egy teknő tetszik a nézőknek, nevet mindenki a nézőtéren. Ones üldözi Bárdosit, Bárdosi megy a szőnyegen. Nagyon jól védekezik Bárdosi eddig, most Ones fölemeli, föl tud elni, Sanyi nem tud fölállni. Mit fog kapni ezért? Mit fog kapni ezért a norvég? 1 pontot csak? Reméljük, hogy 1 pontot csak. 1/2 perc még. Föl kéne állni, Sanyi. Föl kéne állni, Sanyi. Föláll, Bárdosi, föláll. Adjunk neki 1 pontot. Megadja az amerikai. 4-1. Semmi baj nem történhet. Bárdosi kinéz. Bárdosi Sándor döntős. Várja mindenki az érmet, hiszen 4 éve egy érem sem volt. Na most a súly nincs rajtam. Hiába próbálod rám tenni, nincs rajtam a súly, megmondom, miért nincs. Mert hát idáig is, hogy eljutottam, ez egy tök jó dolog, ez egy álom, ezt én nem is hittem volna én sem, hogy idáig jutok. És hát, szóval pont ezért súly, az biztos, hogy nincs rajtam, mert most már itt vagyok, most már miért megyek tovább, hát ameddig tudok. Jerlikaja fölül, és Jerlikaja bedugja a karját, Sanyi föl fog állni, Sanyi föl fog állni. Át, nem tud fölállni sajnos, és veszélyes helyzetbe kerül. Visszafog-e Sanyi? Jerlikaja próbálja átfordítani, kap pontot, érte, de Bárdosi Sanyi visszafog! Bárdosi Sanyi Jerlikaját nyomta a szőnyegre, ezért mi is kell, hogy pontot kapjunk. Hogy ne kapnánk? 3-0-ra vezet Bárdosi Sanyi. 3-0-ra vezet, mert Jerlikaja nem kapott pontot. Na, egy szót sem szólok a bírókra. Itt a magyar tábor. Na, hát hogyha Jerlikaja nem tud más csinálni, mint az előbb, azzal kiegyezünk. Jerlikaja emel, Bárdosi Sanyi megpróbál fölállni. Nem tud most fölállni, és nagyon-nagyon veszélyes szituáció. 3 pont, Jerlikaja kiegyenlít, Sanyi föláll. És innen folytatódik állásból, 3-3. Elképesztő ember ez a Jerlikaja. Meg kéne próbálni mögé csúszni valamit, valahol elkapni ezt a törököt. Ezt a hihetetlenül rutinos törököt, aki 17 esztendősen nyerte első felnőtt világbajnoki címét. Na most, végre! 1 perc 9 másodperccel a vége előtt. Hát ennél jobban nem alakulhatott volna a forgatókönyv. Van-e elég erő benned, Sanyi? Van-e elég erő benned ahhoz, hogy elkapd ezt az izmos törököt? Nézzük! Hamar állás lesz ebből, hogyha így halad. Nem hiszem, hogy kockáztatnák.
a bírók is a híresebb törött testi épségét. Meg kéne próbálni megpörgetni, Sanyi, meg kéne próbálni kiemelni, megpörgetni, bebillenteni, valamit csinálni vele, felfordítani, mit lehetnék csinálni. De hát, ha történik még valami, 2 másodperc, Sanyi, valamit. Hát persze. 3-3-mal Hamza Jerlikaja, az olimpiai bajnok. Ezt elszalasztottam csúnyán. Amit lehet, megtettem. De hát úgy látszik, hogy csak ennyire volt elég. Az első fél időben végfutott az agyamon, hogy úristen, olimpiai bajnok is lehetek akár. Amikor végfutott az agyamon, akkor olyan nagyon jó érzés volt, és akkor úgy próbáltam rátenni még egy lapáttal, hajtani, mozgatni. Nem tudom, a második 3 percre úgy elfogytam, vagy nem tudom. Lehet, hogy idegileg fáradtam el már, mert elég sokat idegeskedtem az utóbbi napokban. Bardozi.